Nagy lendülettel csobbannak a városi úszoda medencéjébe a fiatal nyíregyházi úszók. Most még nem lehet tudni, de lehet, hogy közülük kerül ki az új Szabó Tünde. Nyíregyháza országgyűlési képviselője olimpiai ezüstérmet szerzett 1992-ben Barcelonában. 2015 óta sportérfelelős államtitkár, 2018 óta pedig parlamenti képviselő. A politikus 35 perc című műsorunkban azt mondta, a jövőben is szeretne a sport területén dolgozni. Már a nyolcadik évemet kezdeném sportért felelős államtitkárként, és azt hiszem, hogy bármilyen döntés is születik, azon belül is a sport az mindig megmarad, hiszen mint volt sportoló, azt gondolom, hogy ez mindig is közel fog állni hozzám a feladataimhoz. De attól függetlenül a parlamentben is nagyon sok tevékenység van, és nagyon szeretnék nagyon sokat az itt élőkért tenni, és uh, tényleg minden kérést uh, teljesíteni, úgyhogy ez uh, egy kicsit át kell nekem is formálódni a, a feladat ellentéseim során uh, a, a fókuszokban, hogy ténylegesen akkor mivel és uh, hogy fogok foglalkozni a jövőben, ahogy a kormány feláll, és uh, tudjuk, hogy milyen pozíciók vannak, és kikkel kell együtt dolgozni, vagy esetleg a parlamentben kapok valamilyen megbízást valamelyik bizottságban, ugye, mint államtitkár nem tudtam uh, tevékenységet ellátni, a parlamenten belül, ha nem vagyok államtitkár, akkor a parlamentben fogok sokkal magasabb szinten képviselni, akár az országban, akár pedig a nyíregyháziakat. Nemcsak az USZODA, de a modern és Európában egyedülálló atlétikai centrumot is az elmúlt ciklusban adták át a megye székhelyen. Szabó Tünde azt mondta, minden adott ahhoz, hogy a nyíregyházi fiatalok sikeres sportolók legyenek arra vagyok a legbüszkébb Nyíregyházen, hogy szinte minden sportág megkapta az otthonát, és olyan létesítményben fogadhatjuk a gyerekeket, az utánpótlás nevelést, az élsportot, amely tényleg méltó hozzájuk, és a családok pedig örömmel adják a gyermekeiket sportolásra. Ez nagyon fontos, hiszen az elmúlt időszak is rámutatott arra, hogy mennyire fontos az egészséges életmódra a nevelés, az egészségünk, és ezáltal, hogyha mindenki sportol akkor viszont biztos, hogy nagyon után, az utánpótlás programok is nagyon sikeresek lesznek, ezáltal lesznek fiatalok és élsportunk is, és ez fogja megmutatni a jövőben is azt, hogy igen, egyházán az itt lévő fiatalok is nagyon-nagyon tehetségesek a sport valamennyi területében, ehhez most már vannak létesítményeink, sőt olyan létesítményeink vannak, például az atlétikai centrumot, amelyet át tudtunk adni, hogy egész Európában egyedülálló, és nagyon-nagyon sokan jönnek már hozzák a edzőtáborba a fiatalokat, külföldiek, itt tartják például az országos bajnokságukat, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy bizony jó úton haladunk. Ugye van uszodánk, így csarnokunk, futóköreink, szabadtéri sportlétesítményeink, ez is nagyon-nagyon fogja hozzá adni azt, amelyre mindannyian nagyon büszkék voltunk az elmúlt időszakban, hogy lesznek sikeres sportolóink. Nem csak sportos, hanem kulturális területen is számos fejlesztés történt az elmúlt időszakban. Az egyik leglátványosabb a színház melletti színbád létrehozása volt.